Milyen az ideális kutyajáték? Mit érdemes megvenni a kutyának, és mit nem? Az ideális kutyajáték azt gondolom olyan, amely nem nyelhető le egyszerre. Mutatok itt egy ilyesmit, nem tudom, látja-e a kamera, remélem látja. Ez például kifejezetten kontraindikált. Ilyeneket ne vegyünk a kutyusnak, hiszen egy rossz mozdulattal képes esetleg lenyelni, és akár nyelőcső eltömődést, akár a béleltömődést és ileuszt, ilyen formában bélezáródást okozhat. Olyan játékot vegyünk, amely, ha lehet, emészthető. Ha mégis véletlenül részben, egészben lenyeli az állat, akkor ne kerüljünk bajba. A gyomorsósabbval oldódjon fel, emészze meg, és ilyen formában akkor hát ne okozzon problémát. Néha teniszlabdát is képesek a kutyusok lenyelni. Régen ismert volt ez a tömörgumi totólabda, ami nagyon erősen pattog, és emiatt a kutyák nagyon szerettek vele játszani. Hát én sebészként, én nem is tudom, hányat vettem ki a kutyabélből ilyen totólabdát életem során, nagyon sokat. Ezek alkalmatlanok és nagyon veszélyesek. Úgyhogy nagyon örülök ennek a kérdésnek. Tehát emészthető legyen, és ne legyen méretileg akkora, hogy ezt könnyedén egyszerre le tudja nyelni a kutya, legalább rágja szét, ha már feltétlenül le akarja nyelni, és szétrágott állapotában legyen emészthető, emészze meg. Ez a jó kutyajáték. Ilyennel lehet nyugodtan dobálózni, és aportíroztatni, stb. Nagyon sok ilyesmi kapható egyébként. Komoly arzenál van a pet shopokban az ilyen típusú játékokból, amit még nem javasolnék, a műcsont. Az is egy nagy divat volt régen, gumiból volt. Leharaptál a kutya a fejét a műcsontnak, és az pont körülbelül egy ekkora darab a műcsontnak a vége, amit lenyelve ugyanolyan bélezáródást volt képes okozni. Veszti kutyusnál igen gyakor előfordul, hogy a nyelőcső tömődik el, pont a szív vonalában, a szív előtt egy picivel, ott akad meg az ilyen jellegű, ha nem is mondjuk a teljesen kerek, hanem a kicsit szárnyakkal, vagy valamilyen kis kiemelkedésekkel, netán ilyen szúró végekkel rendelkező idegen testek, ezek ott szoktak vesztinél elakadni a mellkas szakaszon, a nyelőcső szakaszon, egyéb állatoknál pedig hát lejutnak a gyomorba, és akkor ahogy a bélbe elindul, a vékony bélbe szoktak elakadni.